Orsós Kristóf mindössze két éve tanul sakkozni. A Pécsi Kodály Zoltán kollégiumban Győri Gábor nevelő tanártól tanulta az alapokat, később pedig már komoly partikat is lejátszottak. Ma már megveri sakba mesterét. Tavasszal országos bajnokságon vett részt a sakkozó fiú. Sokszor azért az eszembe, hogy mi legyen a következő lépés, és ez tényleg így van. Ellenben egy versenyen nem egy helyben ülünk három órán keresztül, hanem közben sétálunk, megnézgetjük a többiek partiját is, és gyakran jobb az, ha elmegyünk egy másik táblához, és megnézzük, hogy ott mi zajlik, és amikor visszamegyek a táblámhoz, akkor igen, leülök, és egy, akár egy öt perc, vagy egy tizet gondolkodok egy lépésen, de akkor általában megtalálom a a Baranyai Kisfaluból származó 17 éves gimnáziumi tanuló halmozottan hátrányos helyzetből érkezett egy pécsi gimnáziumba. Beilleszkedett szorgalma tanulásban is megmutatkozik, most pedig nem minden napi eseményen vehet részt Görögországban. Egyedüliként képviselheti hazánkat egy amatőr sakvilágbajnokságon október 26-ától. Ebben segíti többek között Győri Gábor nevelő tanár sok sakszakmai dolgokban nem tudok neki már segíteni, amiben tényleg segítek neki, az, az, az egyfajta ilyen management, hogy meglegyen a repülője, hogy belegyen fizetve a nevezési díj, hogy, hogy lelkileg rendben legyen, hogy a, a szükségletei, amik kellenek ahhoz, hogy, hogy a sakra tudjon koncentrálni, meglegyen. Ezek ben tudok segíteni neki, szakmailag pedig igazából most Csiszár Csaba az, aki elsősorban egyengeti az útját. A világbajnokságon való részvételhez már eddig is érkezett támogatás, hiszen a költségek egyharmadát már be kellett fizetni. Azonban az ott tartózkodás és az ott zajló további tanulás, oktatás is komoly költségeket igényel. Ehhez szervezi a gyűjtést a Tegyünk Együtt Jót Egyesület. Szükségünk van még edzői díra most már azt merjük mondani, ki tudjuk fizetni az edzőt, ami nem kevés pénz havi szinten, illetve laptopot kell vásároljunk neki, mert hogy a családi háttér miatt sajnos neki nem, ő nem kapott az iskolá által. Úgyhogy ez is nagyon fontos, fontos ugye a tanulmányai során is, illetve amikor kéne lesz Görögországba, akkor vállalta a mesteredző, hogy online tartja vele a kapcsolatot, és akkor az előző meccseket ellenzi, és így fel tudja készíteni a következő napra még így segítve őt. Bíznak abban, hogy közös erővel egy fiatal tehetség újabb lépést tehet a siker felé. Köszönnek minden segítséget. Ehhez kéri a támogatást a Tegyünk Együtt Jót Egyesület az alábbi számlaszámra.